Nagy templom, sárga villamos, térkő. Nem sokon múlt, hogy nem a debreceni Kossuth tér lett a nemzet főtere a budapesti helyett. Legalábbis Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre csütörtökön azt mondta, 2011-ben az új alkotmányírásakor eszükbe jutott, hogy inkább Debrecen legyen Magyarország fővárosa. Felmerült, elvetettük. Ma a 24.hu-nak a miniszter már azt mondta, csak viccelt. Ha a főváros titulust nem is kaphatja meg Debrecen, fővárosi beruházások érkezhetnek a megyeszékhelyre. Ezt szeretné legalábbis a város polgármestere. Amennyiben Budapest nem kíván élni bizonyos lehetőségekkel, akkor Debrecen ezeket a lehetőségeket szívesen megragadja. Debrecen az eredetileg a Városligetbe tervezett magyar innovációházát és a Csepel-szigetre tervezett nemzeti atlétikai stadiont látná szívesen. Ez utóbbival együtt a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését is átvállalnák Budapesttől. A stábunk által megkérdezett debreceniek vegyesen fogadták a hírt. Debrecen a második főváros, nagyon örülnék neki. Nem mondom, hogy örültem neki. Majd meglátjuk. Valakinek be kell fogadni, és mi valakik vagyunk. Karácsony Gergely választási kampányának két legfontosabb eleme volt a városligeti építkezések leállítása és a stadionstop. A főpolgármester a szerdai kormányülésen tárgyalt ezekről Orbán Viktorral. A miniszterelnök reggel az állami rádióban arról beszélt, hogy tud Debrecen jelentkezéséről, és kellenek is a vidéki fejlesztések, de vannak dolgok, amiknek Budapesten a helyük. De mégiscsak ez a nemzet fővárosa. Tehát azért Budapest mégiscsak a szívünk közepe. A miniszterelnök szerint a Liget projekt egyértelműen leállt, de az atlétikai stadionnal kapcsolatban még változhat a közgyűlés véleménye. Ebben az ügyben egyébként a főpolgármester úr bár bevallotta, hogy negatívan állnak a dologhoz, tehát ő elmondta, hogy a fővárosi közgyűlésben, ha holnap lenne döntés, akkor az atlétikai világbajnokság megrendezésére és az atlétikai stadion megépítésére nemet mondanának. De azt mondta, hogy a hónap végéig még azért várjunk ezzel. Túl sok idő nincs a gondolkodásra, a kormánynak ugyanis egy hét múlva választ kell adnia a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek. Kerestük Karácsony Gergelyt is, de ma Berlinben tárgyal. Stábja a főpolgármester korábbi a kormányülésen is képviselt álláspontját erősítette meg, vagyis hogy programjában, amelyre felhatalmazást kapott, a stadion építése ügyét megelőzi az egészségügy fejlesztése, a közlekedés finanszírozása és a zöld felületek növelése. A tárgyalások ebben a fontossági sorrendben folytatódhatnak, leghamarabb november végén. Szondi Vanda, RTL Híradó, Budapest.